A város és a megye lakói által zöld irodaházként ismert épületben dolgoznak többek között a foglalkoztatási főosztály munkatársai. Ez az épület, valamint a Nyíregyházi Önkormányzat B épülete Kehopos Európai Uniós forrásnak köszönhetően összesen 400 millió forintból újul meg. Az energetikai felújítás csak a zöld irodaházban közel 100 irodát érint. 200 millió forintot némileg meghaladja az az összeg, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal egy energetikai megújítási pályázat keretében nyert el, és ennek eredményeképpen az egész épület megújul, új külső szigetelést kap, nyilázáró cseréje történik meg, és napelem is kerül a tetőre. Mindeközben a Nyíregyháza város városképvédelmi rendeletének megfelelően járunk el, tehát a zöld irodaház marad zöld irodaház a későbbiekben is, ahogy az emberek megismerték, és ahogy az emberek ismerek itt Nyíregyházán is a megyében. A beruházásnak köszönhetően a felére csökken az épületben az energiafelhasználás. Ezt a padlás, valamint a külső homlokzat szigetelése, nyílászáró csere és 50 kW-os teljesítményű napelem elhelyezése biztosítja majd. Ha zöld irodaház színe természetesen zöld marad, annak is erősebb, jobban észrevehető árnyalata. A munkálatok a tervek szerint december végére befejeződnek.